Készült a Grimm testvérek meséje nyomán. Jöjjenek, hölgyeim és uraim! Ígérem, nem csalódnak, ha végigbízik a mutatványunkat! Csodás élmény vár önökre! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sárkány, ragulok. Olyan vérszomjas volt, hogy széles az országban, mindenki rettegett tőle. A királyok és legbátrabb lovagjaik útra keltek, hogy birokra keljenek a bestiával. Szálljunk szembe mi is a sárkánnyal, a két király, a két jó barát. Így tehát Sigismund és Gusztáv király együtt keltek útra. Megfogadták, hogy Móresre tanítják a retteget szörnyeteget, és örökre véget vetnek irtózatos tetteinek. Embert próbáló veszélyekkel teli út várt rájuk, de inkább meséljék el ők. Feladá! Hallod a varjakat? Baljós károgásuk halált jelent. Halál! A sárkány a közelben lehet. Igazad van, barátom. Már érzem bűzös lehelletét. Ó, hát itt van! A sárkány. Ó, uram, add, hogy legyőzzük! És add, hogy gyerekeink békében éljenek! Leopoldért! És Elizabethért! Sigismund! Jaj, ne! Meghalok! A kislányom, Elizabeth, olyan fiatal, még szegény. Ígérd meg, hogy a fiad elveszi, és hogy őt is védelmezni fogod. Megígérem! No, csak ki van itt? Engedjen el! Ha meg akarod nézni, fizes, lányom! Tűnj el! Á, Leopold, hát itt van. Hercegnő, hogy maga milyen gyönyörű. Sokkal szebb, mint álmaimban. És mi tetszik rajtam? A csillogó szőke haja és a kék szeme. Sutta, zubog a szél, mit mond, én megértem. Táncol, hallom, mit beszél, simít minden, honnan érzem. Egy kicsit be vagy rekedve, Elizabeth? Nem, nem vagyok. Így áll egy kicsit, kérlek. De nem vagyok szomjas. Állj! Kíván még valamit, hercegnő? Ó, igen. Örülnék egy új koronának. És egy aranygyűrűnek. Óhaj a számomra parancs. Gyere ide! Mit állsz ott, mint bálám szamara, lányom? Futás, törzsd meg a kelyhet, a hercegnő szomjas! De nem is vagyok szomjas. A víz jót tesz a közérzetednek, kislányom. A babája. Szegény Katrinkám! Suttog, zúgunk a szél, mit mond, én megértem. Táncol, hallom, mit beszél, simít minden, honnan érzem. Milyen lehet a hercegem?
Állj meg! Elkaplak! Soha! Ugyan már csak egy csókot! Csak egyet? Esküszöm! Hazud, ismerlek! Hoppa! Bocsásson meg! Megvagy! A herceg? Mit képzelsz? Megérte. Nem vigyázol te a libákra, hanem vadászol rájuk, mi? Ön is csinálja ezt, amíg megteheti. Milyen lehet a hercegnő? A neve Elizabeth. Azt mondják, remekül hárfázik. Mást nem tudok róla. Parancsoljon! Készítsd el a fürdővizét, Zelma! És ne feledd, milyen könnyen meghűl, szegény. Anya! Kapja, ha tudsz! Lássuk! Magdaléna, csomagold be a fésüljét és az ékszereit. Jövök már! Ne feledd a kelyhét sem. Dehogy felejtem, felség. Magdaléna, mindent elintéz helyetted. Nem szeretném, hogy bármiben is hiány szenvedj. Mihez kezdek majd nélkületek? Biztosan. Jól érzed majd magad Gusztáv király udvarában. Az ott Falada? Igen. Állítólag beszélni is tud. Mi? Ez a ló? Igen. Falada a hercegnőjé. Apám lova. Nem ült rajta senki, mióta a sárkány. Falada veled megy, és mindenhova elkísér Elizabeth. Hallod ezt, Falada? Jaj, mi történt? Semmi. Mi a baj, anya? Ne aggódj, kicsi, már is jobban vagyok. Túl sok ez az izgalom a beteg szívének, felség. Biztosan nem bírna ki egy ilyen utat. Az úton rengeteg veszély leserkedik rá, és csak akkor alszom nyugodtan, ha jó kezekben tudom. Ezt meg kell tiltalom önnek, felség. Megtiltja? Mégis mit képzel? Én elmehetnék vele. Te? Akkor hát legyen így. Csomagolj. Na de anya! Hagyjatok magunkra! Felség? Nélküled nem megyek el. Dehogy nem mész. Ideje felnőnöd, Elizabeth. Még egyetlen napot sem töltöttem nélküled. A szívem mindig melletted lesz. Hozd a borotvát. Ha nem is lehetek veled személyesen, ígérem, hogy mindig megvédelek. Őrizd meg jól. Szükséged lesz rá az úton. Magára!
nincsenek őrök. Micsoda könnyű préda. Mi a baj, Falada? Talán mozog valami a bokorban. Vagy inkább valaki? No, csak ez maga Elizabeth hercegnő. Úgy örülök, hogy látom, kisasszony. A szolgáló lány is igencsak szemrevaló. Mit akarnak? Na, vajon mit? A cselédet kimoshatná a mi ingjeinket is. Már nem olyan fehér, mint a tié. Ó, anya, segíts! 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 Fekete mágia! Gyerünk, hozd a zsákmányt, aztán menjünk! Hozd a zsákmányt! Gyerünk már! A következő belénk csap! Azt mondtam, hogy hozd a zsákmányt! Gyere, menjünk innen! Gyere! Hozd a zsákmányt! Nem! Gyerünk! Csak szerencséje volt, hercegnő! Menjünk tovább, kisasszony. Későre jár, kisasszony. Merjünk tábort. Itt akarsz aludni? Ha tud jobb helyet, kisasszony, akkor mondja. Azt sem tudom, hol vagyunk. Szomjas vagyok, töltsd meg a kelyhemet. Magdaléna? Sok szerencsét, kisasszony. Gyere! Különben megölöm a gazdádat. Te jobban teszed, ha hallgat rám. Ördögbe is hol lehetek? Te bitang! Tudtad, hogy el fogok tévedni. Hagyj békén! Magdaléna! Magdaléna! Merre vagy? Hát itt vagy. Már meg is járattad a lovakat?
hogy te milyen szorgos vagy. Szörnyű rémálmom volt. Farkasok vettek körbe, és fenyegetően csattogtatták a fogukat. Már csak egy maradt. Nem is álom volt. Itt jártak a farkasok. Ezt a kendőjéből állapította meg. Igen, mert anyám 3 cseppért csöppentett rá a védelmükre. Az útonállóktól. És a farkasoktól is megmenekültünk. Ez mentett meg. Megszomjaztam. Töltsd meg a kelyhemet. Ha inni akar, töltse meg maga. Valami rosszat tettem? Nyugodtan mondd meg! Bele. Te még sosem gondolkoztál azon, hogy miért te születtél hercegnőnek? És nem én. Én már igen. Nyomorúságos életem minden percében. Segíts! Segíts, kérlek! Kérlek, húzd ki! Húzd ki! De mostantól én leszek a hercegnő. Cserélünk. Hallod? Húzd ki, kérlek. Csak akkor, ha megesküszöl. Esküdj meg. Ígérd meg, hogy senkinek sem beszélsz a cseréről. Esküdj már meg. Az életedre. Megígérem. Anyád szíve, ha így látna, bánatában megszakadna. Sakkmat! Jön a hercegnő! A hercegnő? Hol? Ott! Sigismund lánya. Oda néz. Szerinted az a hercegnő? Nem tudom. Szinte biztos vagyok benne. Ne feledd, hogy ki vagy. Egy jelentéktelen szolga. Azaz, süsd le a szemed. És ne feledd az esküd. Isten hozta, hercegnő. Isten hozta. Jön a hercegnő. És hogy néz ki? A ruhája varázslatosan szép. És ő milyen? A ruhája tényleg szép. Jó, de kit érdekel a ruhája? Milyen a hercegnő? Sok anyag kellett a ruhájához. Miért? Csak nem... Gyerünk, 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 siessetek! Te és a hercegnő mindjárt itt lesz! A lépcsőre! Hol van az apám? Úgy tudom, önnek jut az a megtisztelő szerep, hogy fogadhatja a hercegnőt, uram. Egyedül. Hogyhol? Hiszen ez a szokás, uram. Már izgul? Dehogyis. Nem akarom idegesíteni, de...
Na, megállj! Jönnek, jönnek, jönnek! Vajon milyen lehet? Vajon szép? Te láttad már? Láttad már a hercegnőt? Hol van már? Mozdulj már! Miért álltál meg, te sátán fattya? Nem látok. Gyere. Így látsz. Igen. Mondd neki, hogy menjen tovább. Különben megbánod. Elizabeth hercegnő. Örvendek, kisasszony. Örülök, hogy megismerhetem. Tudja... Drága Leopold. Remélem, hogy élvezte az utat. Hiszen tudtam, hogy önhöz jövök. A cselédem. Nyugodtan bízzanak rá valami munkát. Mozgás, ne áldogálj ott tétlenül. Jöjjön, menjünk apámhoz. Már alig várja, hogy megismerhesse magát. A király? Reggeli. Sajt? Én kolbászt hoztam. De hol van? Hol a kolbászom? Hát az előbb még itt volt. Az erdőkbe is. Hol lehet? Hol lehet a kolbászom? Milyen szép a hercegnő. Láttátok? A herceg egészen elpirult. Remélem nem csak szép, hanem kedves is. Mit gondolsz? Sok arca van. Na hát, még biztosan nem dolgoztál konyhán. Mit követél előre, hercegnő, így elküldött? Tudjátok. Mindegy, mit követett el. Remek liba pásztorlány lesz belőle. Már megint rosszban sántikálsz? Én? Mindig a régi kemencében bújik el, ha ellop valamit. És ez gyakran előfordul. Csak rossz kedvű, mert nem csókoltam meg. Tessék, ez a tiéd. Jól van, vidd csak magaddal. Gyere. Gyere be! Itt vagy? Szomjas vagyok! Töltsd meg a kelyhemet! És hozd a ruháimat! Iparkodj! Az ég szerelmére hányszor szóljak még? Hopopli bácskák, csak szépen sorban. Óvatosan, Esmeralda. Esmeralda, tényleg, hogy hívnak? Eliz... Hát... Magdaléna. Magdaléna. Szép név. Na, gyere, menjünk. Jó, de hová? A mezőre. A libákat meg kell etetni. Na hát, hercegnő. Remélem, jól aludt. Igen, remekül. Örülök. A herceg. Ő a barátom. Ön leereszkedik ehhez a liba pásztorhoz? Hogyne? Mintha az öcsém lenne. Ahogy gondolja. Csak tudja, egy kicsit furcsállom, hogy errefelé szokás a szolgákkal barátkozni. Tényleg?
végén teljesen elkanászodnak. Ma reggel is hiába kerestem a cselédeket. És ön is magának pucolja a csizmáját. Sosem bíznám másra. Nem is mosnak őre. Persze nem szeretnék panaszkodni. Jól áll önnek ez a ruha. Bár ilyen daliás hercegnek igazán kijárna valami szebb, nem gondolja? Lovagláshoz talán jó lesz. Velem tart? Ó, persze, természetesen. Csak ne most menjünk. Előbb szeretnék mindent elkövetni, hogy szép mennyasszonya legyek. Örvendek, hercegnő. Üdvözlöm, felség. Igaza van. Mióta anyád meghalt, mindketten kicsit elhagytuk magunkat, fiam. De hisz jól megvagyunk. Erős és eltökélt. Tiszta apja. Nekem tetszik. És biztos ugyanolyan szépen hárfázik, mint az anyád. A herceg barátja vagy? Mintha a bátyám lenne. Milyen ember? Elárulok neked egy titkot. Igazából én vagyok a herceg, csak untatott az uralkodás. Ezért cseréltünk, és most mindenki boldog. Megmutatod a hajat? Nem, miért tennék? Jaj, kérlek! Hadd nézzen! Nem. Akkor legalább a szemed csukd be. Miért? Majd meglátod. Mi lesz már? Csukd be! Ó, Istenem! Vedd el! Hadd vissza! Tessék, itt van! Ezt? Vagy ezt? Szerintem ezt, felség. Téged ki kérdezett? Bocsásson meg. Áú! Óvatosan, te buta liba! Gyakrabban felvehetnéd ezt a ruhát. Biztos mindjárt itt lesz. A szép nőknek joga van ahhoz, hogy megvárakoztassanak. Remélem, nem kellett rám várniuk. Dehogy, mi is épp most jöttünk. Hogy maga milyen gyönyörű. Fogadok, hogy még szebb, mint Leopold álmaiban. Nem igaz? De... És mi tetszik rajtam? Hát a csillogó szőke haja. Igen. És a kék szeme. Inkább minden. Igen. Köszönöm. Üljön le. Hát nem elbűvölő, Leopold. Az egyik ló horkantott. Falada, mit keresel itt? Ló. Igen, apámnak rengeteg lóva van. Hogy érzed magad? Értem, de itt tartja őket a várudvaron. Felcsaptam Liba pásztorlánynak. Nos, akkor ígyunk a leendő menyemre. Önre? A szegénység nem zavar. De ha Leopold őt veszi el, megszakad a szívem. Első látásra beleszerettem. Hogy ragyog a szemed? Higgy el, így történt. Töltsd meg a poharamat. Sokat iszik, Elizabeth. A víz jót tesz a közérzetnek. Ahogy mondja, hercegnő. De az embert nem csupán a víz élteti.
Leopold. Hm? Nem igaz? Drága hercegnő, nagyra becsülésünk jeleként szeretnénk megajándékozni valamivel, ami még szeretett anyámé volt. Kapok egy koronát? Vagy egy aranygyűrűt? Nem. Ez mindennél fontosabb volt neki. Ó, bármi legyen is, az vigyázok rá, mint a szemem fényére. Ezt nem fogadhatom el. Ugyan ne kéresse magát. Alig várom, hogy újra felcsendüljön a hárfa hangja. Azt mondják, mester ilyen játszik ezen a hangszeren. Én? Hát, mesebeszéd. Majd mi eldöntjük. Hm? Igen. Akkor játszak? Hát persze. Rendben. Pompás hangszer. Halljuk! Ez... Nem, sajnálom, ezt nem bírom. Hercegnő! A cseléd! Mit képzel, mit művel a lovammal? Gyere szépen, megláttak. Mit képzeltél? Mit művelsz? Semmit. El akartad lopni? Nem. Ismerd be! Csak egy cseléd vagy. El ne feledd. Folada, ne! Nyugalom. Ó, a karom. Annyira fáj. Jöjjön, segítek. Öljék meg a lovat. Vigyék a mészároshoz. Meg akarja öletni? Nagyon veszélyes. Ez nem igaz! Elhallgass! Majdnem agyon tiport. Nyugodjon meg, kérem. Megveszett. Mi van, ha nem tudok többé hárfázni? Minek kell még történnie? Talán öljön meg? De hiszen az édesapja lova. És fontosabb, mint én. Akkor vágják le. Jaj, ne falod! Ne, drága falodám! Ne! Mit akarsz? Segítsen, mészáros uram. Legyen szíves, falad a fejét a hátsó kapu fölé tűzni. Mégis, miért tennék ilyet? Hogy legyen, aki vigyáz rám. Engem is elszomorít, ha így lógatod az orrod. A lovat sajnálod? De hiszen nem is a tied volt. És akkor nem is sajnálhatom.
Ó, Falada, mivé lettél? Szépséges királylány, hát itt vagy. Anyád szíve, ha így látna, bánatában megszakadna. Tényleg megszólalt a lófej? Hopp, 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 hopp. Csak egy picike mosolyt. Ugyan már. Menni fog. Hagyj békén. Miért vágsz ilyen fancsali képet? Kinek jó ez? Fúj, szelecske, fuvaj hát. Fújd le róla a sapkát. Hadd kergesse a réten, míg a hajam kibontom kefélem, koszorúba fonom szépen. A sapkám! Hé! Ó, mit tettem? Ne neves, inkább segíts! Gyerünk, fürgén! Szervusz, szépségem. Ez... Midia még sosem csinált ilyet. Midia? Milyen szép név. Mit jelent? Szépség. Valóban gyönyörű. Elkaplak! Mindjárt megvagy! Te akartad megmenteni Faladát, igaz? Kár volt levágni szegényt. Csodálatos ló volt. Megeteted? Ráférne a festés az ajtókra. És ez a függöny? Kell egy új. Értem, felség. Szerinted ez micsoda? Sajnálom, hercegnő. Rosalinda királyné, az esküvője előtt. Szép ruhája volt. Oh, hogy szerette a király. Ne fecsegj annyit. Megyek már. És ezek mik? Ezeket is dobd ki. De hercegnő, ezek az apja fegyverei. Ezt nem tudtam. Nem ismertem fel őket. Azt mondják, igazi hős volt. Ezzel a karddal ölte meg a sárkányt. Életre halálra küzdöttek, és ha nem forgatta volna ilyen ügyesen a fegyverét, Gusztáv király már nem lenne köztünk. Meséljen nekem Gusztáv királyról. Szeretnék róla mindent megtudni. Kettő helyett is eszik. Miért? Csikója lesz? Igen. Igen, ez lesz az első. És mi lesz a neve? Szerinted mi legyen? Szerintem. Igen. Dorotea, mint az... Mint a királynő. Mhm. Ha pedig mély lesz, akkor Falada. Mindjárt jobb lesz. Hát nem gyönyörű? Igen, végül is összeilletek. Bár egy kicsit fiatal vagy hozzá. A liba pásztorlány. Vagy úgy, igen. Tényleg szép. Bár elég különös lány.
Miért? Amikor feltámadt a szél, ő csinálta, hogy lefújja a sapkát a fejemről. Valóban? Igen, beszélt a lófejhez is, és amikor válaszolt, királylánynak szólította. Királylánynak? A szerelem elvette az eszedet. Be tudom bizonyítani. Légy jó. Szerelem? Nem te vagy az egyetlen, aki cserélne a hercegnővel. Szeretnék az apjának kedveskedni valamivel. Ne lessen! Nos? Mit gondol? Tetszik majd neki? Anyám mennyasszonyi ruhája. Igen. Örülni fog. Nem is kérdés. Nagy kő esett le a szívemről. Segítene? Persze. Ó, bár csak felismerni. Kéz is. Hatalmas örömmel tölt el, hogy az apáink egymásnak szántak minket. Én... Igen? Én... Most mennem kell. Na de... Igen, mert doka a solgom. Sok a dolgom. Ágyő. Hogy van a fejed? Ó, köszönöm, remekül. Kemény fából faragtak. De a herceget kéne látnod, szegény. Szegény? Mindegy. Ó, Falada, mivé lettél? Szépséges királylány, hát itt vagy. Anyád szíve, ha így látna, bánatában megszakadna. Szerinted a herceg tényleg szereti őt? Ugyan miért érdekel? Csak úgy. Csak azt tudom, én kit szeretek. Ó, te mindenkit szeretsz. Nem igaz. Ez az enyém? Hé, add vissza! Adj egy csókot. Soha. Vedd le a kendődet. Mit képzelsz? Tudod, mire vagyok képes? Ugyan már, csak szerencséd volt. Fúj, szelecske, fuvaj hát! Fújd le róla a sapkát, hadd kergesse a réten, míg a hajam kibontom, kefélem, koszorúba fonom szépen. Hé! Ne! Na, megint szerencsém volt? Eldoblak! Figyelmeztettelek! Ezt hogy csináltad? Tudsz parancsolni a szélnek? Én... Magától fúj. És Falada? Beszélt hozzá. Falada halott. Miért nevezett királylánynak? Miről beszél?
Nagyon jól tudod. Tudnom kell az igazat. Kérlek, nagyon fontos. Fontos vagy nekem. Én? Bármit is gondol, sajnos téved. Nem hiszol bennem. Ó, hát itt van. Igen. Tűvé tettem önért a környéket. De végre megtalált. Mutassa meg a lovait. Szívesen megnézném őket. Ha óhagyja. Holnap ki kell tenned magadért, Leopold. Az lesz életem legboldogabb napja. Neked pedig valószínűleg a legfontosabb. Nem igaz, fiam? Szerinted nem? Mi ütött beléd? Az eszem azt mondja, vegyem el a hercegnőt, de a szívem nem ezt akarja. Én is pont ilyen bizonytalan voltam az esküvőm előtt. Reszkedtem a félelemtől. Nem is ismertem Rosalindát. De aztán idővel beleszerettem. Szerintem nem ő az igazi. Nem az igazi. Igen, ezt mondta, de hallanotok kellett volna a királyt. Nem az igazi. Üvöltötte. Elbűvőre szép, rendkívül művelt, és úgy hárfázik, mint az anyád. Kell lennél több? És mit válaszolt a herceg? Azt felelte. Hallottad már valaha hárfázni? Semmire kellő. Hogy merészelsz bejönni? Mit képzelsz? Ne. Ezt még megkeserülöd. Ne. Mi folyik itt? Segítség! Mit csinálsz? Ne! Segítség! Miért törted össze? Nem, nem én voltam. Kérem, higgyen nekem. Hárfázni akartam. Már nagyon hiányzott a zene, de akkor hirtelen rám vetette magát. Mint valami félőrült fúria. Ha nem jöttek volna be... Miért akarta összetörni? Bosszúból. Mert már nem a cselédem. Őrség! Ne! Őrség! Gyorsan kapják el, igyekezzenek! Oh, hárfa! Ki gondolta volna, mi? Nekem mindig is gyanús volt ez a libapásztorlány. Tényleg? Nem is tudtam. Gyorsan, mindjárt jönnek a vendégek. Szerintem a libapásztorlány már árkombokron túl van. Ne félj, csak én vagyok. Tőlem nincs miért tartanod. Tessék, itt egy alma. Köszönöm. Nem te törted össze a hárfát, ugye? De ki hisz egy libapásztorlánynak? Én. Szépséges királylány. Szerinted nekem szoktak hinni az emberek? Ezért bújok el mindig a kemencében. De képzeld, ez egy varázskemence. Varázskemence?
Igen, igen, ahogy mondom. Megbízhatsz benne. Elmondhatod, mi bánt. És már is tisztábban látsz. Mondjak el neki mindent? Így működik. Talán nem tetszik, felség. Itt még vághatom rövidebbre. Nos, fiam. Mondd csak, észhez tértél már? Igen, hogy ne. Na látod. Mondtam én. Rájöttem, hogy mást szeretek. Nem veszem el Elizabethet. A szavamat adtam Sigismundnak, mielőtt az életét adta értem. És én tartom a szavamat. Elnézést a zavarásért, felség, de velem kell jönniük. Miért? Mi történt? Nagyon fontos. Fontos? Ma csak egy valami fontos. Éppen erről van szó. Többet nem mondhatok. Menjünk. Mi folyik itt? Türelem. Mindjárt jönnek a vendégek. Fontos hírt várok, uraim. Kitől? Egyszer csak megszólal egy égi hang. Jöjjön, közelebb! Megősülsz. Bárcsak engem vennél el. Ki beszél? Így apáink kívánságát is beteljesíthetnénk. De a komor nem lesz a királyné. Én pedig Liba pásztorlány maradok, örökre. De a szívem a tiéd. Teljesen. Az ő szíve kőből van. Hogy lehettem olyan botor, hogy megbíztam benne? De szép a mennyasszony. Nem minden arany, ami fény. Hogy érted? Nagy megtiszteltetés, hogy körünkben köszönhetem önöket az esküvőm napján. Ha nem bánják, föltennék egy kérdést a menyasszonyomnak, Elizabeth hercegnőnek. Bármire szívesen válaszolok, drága hercegem, uram. Leendő királynénként legfőbb célja az igazságosság kellene legyen. Milyen büntetést érdemel az, aki az embert csalárdmódon félrevezeti és megtéveszti? Előkerült a Liba pásztorlány. Megtéveszti és álnokul szeretetet színlel. Az ilyen nem érdemel jobbat, mint hogy anyaszült mesztelen revetkőztessék. És egy hordóba zárják. A hordót verjék ki hegyes szögekkel, és fogjanak elé két fehér lovat, amik addig vonszolják az utcán, amíg a lány meg nem hal. Ez lesz tehát a büntetésed. A büntetésem? De hát mit követtem el? Elizabeth! Gyere! Szépséges királylány. Ő az igazi hercegnő. És ő a cselédje volt. Kényszerítette, hogy cseréljenek szerepet. Állnok kígyó! Ugye nem hisz neki? Őrség! Hol van a király? Ő tudja, hogy ez nem igaz. A király nem akar látni többé. Mégis mit követtem el, hogy már nem bíznak bennem? Még kérdezed? Hogy tudta így a hatalmába keríteni önt?
úgy tett, mintha szeretné magát. Csönd legyen. Hamis könnyekkel felkavarta az érzéseit. Miről beszélsz? Mutasson egy bizonyítékot, hogy ez itt tényleg Elizabeth, és önként beszállok abba a hordóba. Nos? A baba? Igen, már tudom, ki vagy. Az a szegény lánya babájával. Emlékszem, véletlenül áthajtottunk a babán a kocsinkkal. Nézze! Látja? Visszavarták a fejét. Ez az igazság. Ugye, Elizabeth? Azt mondtam, Elizabeth? Úgy értem, ne, kérem, ne, sajnálom! Várjanak! Amit tett, az aljas és galád volt. De senki sem érdemel ilyen borzasztó halált. Tegyék inkább egy olyan hordóba, ami erről az előbb beszél. Ne! Zárják le. Vessék a folyóba és hagyják sorsára, mert ott a távolban remélhetőleg ő is jó útra tér majd. Így legyen, hát. Ilyen Leopold király! Ilyen Elizabeth! Tehát végül egymásra találtak. A herceg az igazi hercegnő tette. Vagyis győzött az igazság, és a szerelem varázsa keresztül kasul bejárta az országot. És még magyar hangok. Csifó Dorina, Molnár Ilona, Boldog Gábor, Dolmány Attila, Kántor Kitti, Favó Györgyi, Kisanikú, Cséh Németh Lajos. Magyar szöveg Gáspár Bence. Szerkesztő Gyulai Zsuzsa. Hangmérnök Farkas László. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront az MTVA megbízásából a Pannonia Sound System készítette. Produkciós vezető Valger Zsófia.